A darts története egészen a középkorig nyúlik vissza, amikor az angol katonák azzal szórakoztak, hogy nyilakat dobáltak egy üres hordóba. Amikor beköszöntött a tél, a katonák odabent is folytatták a mulatságot, ám ott már nem volt elég hely, hogy hosszú nyílveszőkkel dobálózzanak. Végül egyszerűen megkurtították őket. Ezekkel az aprócska rakétákkal igazán felhőtlen szórakozásnak nézünk elébe. A gyártást a nyíl törzsével kezdik. Ez az a rész, amelyre az apró szárnyakat erősítik. A gépbe 3 mm-es alumínium rudakat dugnak, amelyekben több éles kés is található. A kések egyszerre több szögből is kezelésbe veszik a rudat. Egy pillanat alatt több tucat kisebb darabra szeletelik fel. Bemarásokat készítenek és menetet vágnak a darabkák egyik végébe. Egy fűrészlap kivágja a szárnyak helyét a rúd másik végén. A forgácsot olajjal öblítik le, ami egyúttal hűti is a szerszámokat, lehetővé téve, hogy a pengék élesek maradjanak. A kézdarabok egy ládába potyognak, innen viszik majd tovább őket. Ezután rézrudat dugnak az esztergába. A kések ezúttal kis csöveket készítenek, ami nem más, mint a nyilacska vége, amit a kezünkbe fogunk. A cső egyik végét kihegyezik, a másikba pedig menetet vágnak, hogy hozzá lehessen illeszteni a törzshöz. A kihegyezett nyíl légellenállása is csökken. Egy speciális késsel apró, de sűrű rovátkákat vésnek a cső külső részére, hogy könnyebb legyen fogást találni rajta. A műveletet redőzésnek nevezik. Egy másik kés végül pontosan méretre vágja a csövet. Előfordul, hogy a nyíl végét wolframból készítik el. Ez az anyag igen sűrű, ezért vékonyabb nyilacskát lehet készíteni belőle, ami bizonyos esetekben igen hasznos lehet. Talán ezért szeretik jobban a profik a wolfram betétes nyilakat. Sokan még saját mintát is vésetnek rájuk. A véseteket ilyen kerekekkel készítik. Ez is egy módja annak, hogy a kívánt mintát a nyíl végébe marják. Ezeket a szerszámokat nagy odafigyeléssel tervezik meg. Céljuk, hogy a használójának stabil fogást biztosítsanak a nyilacska felületén. A gyártás most éles fordulatot vesz. Egy hidraulikus prés segítségével egy acélhegyet illesztenek a nyíl üreges végébe. Ezután már csak a szárnyacskákra van szükség. Általában poliészter hártyából készülnek, amelyre először valamilyen mintát nyomtatnak. Néha csak egy bizonyos színt használnak. Máskor azonban bonyolult mintákat is láthatunk. A szárnyacskák a nyilacska létfontosságú alkatrészei. A megfelelő formákat egy speciális gép vágja ki, a kész szárnyak pedig hatalmas kupacokba gyűlnek. Többféle szárnytípus létezik. Ez csak az egyik. A darabkákat összeillesztik, hogy létrejöjjön a nyilacska vezérsíkja. Gondosan ellenőrzik a szimmetriát is. Ideje összecsavarozni a nyilacska két végét. A vezérsíkokat a nyíl végén található keresztirányú résekbe dugják. Íme a készlet, ami készen áll a bevetésre. Egyetlen darab elkészítése egy percig tart, ami nem is olyan sok idő, ha azt nézzük, milyen jól szórakozhat vele az, aki megveszi.